Aranyérmes lett élete első versenyén Csontos Földesi Nóra, személyedző, táplálkozási szakértő. Nóra a PCA Central Europe-on First Timers bikini kategóriában lett aranyérmes. Köszöntök mindenkit a mai hajrában, őt ismerhetik meg, és előjáróban már csak annyit, hogy nem csak konkrétan a versenyeredményről beszélgetünk majd, hanem arról is, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebben a sportágban. A fotón, amit kitettél a verseny után, ahogy mosolyogsz, az nagyon beszédes. Mi volt benned, amikor ott a színpadon álltál aranyéremmel a nyakadban? Hát ez szavakban leírhatatlan, igazából hatalmas örömet éreztem, és óriási motivációt adott nekem ez a szezonom első versenyén elért első helyezés, hogy a további versenyeket is ekkora lendülettel folytassam majd. Ugye First Timers bikiniben lettél aranyérmes. Bikini sorban viszont ezüstérmes lettél, tehát két éremmel zártál összességében. Pontosan egyébként egy ilyen versenyen mennyien indulnak, mik azok a szempontok, amiket figyel a zsűri? Hát ez nagyon változó, hogy hány lány indul egy-egy kategóriában. Igazából a lányok ott találkoznak egymással elsőnek. Nyilván a közösségi platformokon szoktuk csekkolni egymást, hogy ki melyik versenyre készül, illetve minden egyes szövetségnél más-más szempontokat néznek. Itt a PCA versenyen leginkább ugye az izomtömeget nézték, de nagyon fontos a megjelenés, a határozottság, illetve a színpadi séta és a pózolás is nagyon fontos. Szó szerint nem tudlak idézni, de valami olyasmit írtál a közösségi oldaladra, hogy szavakban leírhatatlan, hogy mit érzel akkor, amikor belegondolsz, mennyi munka van ebben. Így van. Mióta készültél, és pontosan akár a táplálkozást, akár az edzésmódszert tekintve, hogyan készültél a versenyre? Hát én tavaly, tehát 2023 őszében csatlakoztam egy budapesti csapathoz, ami egyébként Magyarország egyik legjobb és leghíresebb csapata, a Hammer Time Bikini Team, és Németh Réka a felkészítő edzőm. Egy versenyző válogatón vettem részt, és így kezdtem el velük készülni erre a 24-es tavaszi szezonra. Egy alapozó időszakot követően januárban elkezdtük már ugye az éles diétát, és fokozatos szénhidrát, illetve makrócsökkentésen mentem keresztül. Így szépen a súlyom is ment lefelé, és a izmaim meg bújtak elő. Úgyhogy ez egy hosszú folyamat volt. És mivel áll ilyenkor egy diéta? Tehát mi az konkrétan, amit eszel? Nyilván a civil ember az a civil életmódjához, étrendjéhez tud elsősorban kapaszkodót keresni, vagy ahhoz tudja viszonyítani. Ilyen szempontból akár, hogyha van egy-két hasonlatos példát, ami jól mutathatja azt, hogy mennyivel extrémebb ez, azt szívesen fogadom. Igazából ez a versenydiéta nem hasonlítható össze egy általunk személyedzők által összeírt átlagembernek a diétájához. Tehát ez teljesen más, főleg így a versenyhez közelítve. Az elején flexibilis diétát alkalmaztunk, ami egyébként nekem nagyon-nagyon bevált, minél változatosabban és egészségesebben tudtam elkészíteni az ételeimet. Ez mit jelent egyébként, hogy flexibilis diéta? A flexibilis diétánál meghatározott makrók szerint állítjuk össze a napi étkezéseinket, tehát itt gondolok a fehérjére, a zsírra, a rostra, illetve a szénhidrátra, és ezekhez a makrókhoz igazítva állítottam össze nap mint nap a kis ételeimet, amit egyébként én nagyon élveztem, illetve így az első verseny előtti két hétben már fix étrendet kaptam a felkészítő edzőmtől, ami már egy kicsit szigorúbb volt, és kicsit kiismerített, de igazából meglett az eredménye, úgyhogy megérte. Erről az árnyoldalról beszéljünk egy picit, mert ugye nyilván, amikor a pódiumon áll az ember tökéletes formában, akkor ez az, ami igazán nem látszik, az a több hónapos munka. Talán nem túlzás a szó, picit az önsanyargatás is benne van ebben biztosan. Szóval neked ilyen szempontból milyen kihívásaid voltak, akár mentálisan, akár fizikailag, milyen holdpontok voltak, amiken át kellett lendülni, hogy végül ott állj a színpadon? Így van, hát ugye gondolom mindenkinek ismerős az az érzés, amikor éhes, vagy amikor nincs egész nap ideje enni, akkor mennyire mentálisan frusztrált tud lenni, illetve mennyire ingerült. Na, ezt kell megsokszorozni már így a verseny előtti időszakban, hiszen itt már nagyon alacsony szénhidráton vagyunk, és azért ilyenkor az ember ingerlékenyebb, nyilván a feszültség a hozzánk legközelebb álló embereken csattan. Ez nagyon fontos, hogy megfelelő, stabil, illetve szeretetteljes háttérrel rendelkezzünk. Szerintem enélkül nem lehet ezt végigcsinálni, ezeket a feszült időszakokat. Szerencsére nekem a férjem is a testépítés fitnessben van, illetve is versenyfelkészítő edző és aktív versenyző, úgyhogy tőle megkaptam minden maximális támogatást.
Úgyhogy amikor így a szénhidrát elvonás miatt nagyon feszült voltam és nagyon ideges, akkor ő mindig tartotta bennem a lelket, és ezért rendkívül hálás vagyok neki. És mi az, ami emeli az étrend mellé edzés tekintetében párosul? Ugye jól emlékszem, korábban azt mondtad, hogy ilyen 50 g környékén van a vége felé már a szénhidrát, ami mondhatjuk, hogy viszonylag kevés, sőt, nagyon kevés. Mennyit edzel emellé? Mi az az edzés mennyiség, amit ilyen kevés szénhidrát mellett kell minden nap elvégezni? Hát ugye a verseny előtti időszakban heti 5 edzésem volt, heti 5 súlyzós edzés. Táblázat szerint haladtunk, tehát megadott gyakorlatokat, megadott ismétlés és megadott körszámban végeztem el, illetve mindig változott a kardium, ugye ahogy közeledtünk a versenyhez, egyre inkább több és több kardiót kaptam, amit én mindig lépcsőzéssel tudtam le. Hát egy edzés körülbelül egy olyan 1-1,5 óra, függ attól, hogy milyen izomcsoportot dolgoztattunk meg az adott napon, illetve a lépcsőzés ugye kezdetben 40, 45, 50 perc, aztán egy órára is elhúzódott, megterhelő tényleg, tehát ezért ennyire kevés szénhidráttal letolni ilyen hosszú edzést és ennyire kemény kardiót, hát ki kell próbálni. Tehát ezt tényleg nem lehet így elmondani, hogy ez milyen érzés már így a vége felé. És ilyenkor egyébként egy-egy ilyen verseny után, mint ahogy most is túl vagy egy aranyérmen, ilyenkor egy-két nap van azért kiengedni, vagy katonásan megy tovább utána a diéta, mintha mi sem történt volna? Hát ez is egyén függő egyébként, hogy kinek hány versenye van. Ugye nekem ez életem első versenye volt, én nem szerettem volna egy versenyre felkészülni, hanem konkrétan egy szezonra, tehát nekem 5 versenyem lesz most így 2024 tavaszán, és így az első verseny után aznap este megengedhettem magamnak egy hamburgert, viszont hétfőtől már el kellett kezdenem a készülést a következő versenyre, ami egyébként jövő héten szombaton lesz majd a Kökény Klasszik. Úgyhogy itt most nem a lazításról és a pihenésről szól ez a két hét, hanem tényleg folytatni kell komolyan a munkát és a diétát. Egy picit tágabb idősíkon tekintve a karrieredet egyébként, mióta foglalkozol testépítéssel, és mi volt az az evolúció, ami megelőzte azt, hogy végül is elkezdj versenyezni? Én 15 éves korom óta járok egyébként edzőterembe. Nyilván annyira fiatalon még nem vettem teljesen komolyan ezt a sportot, viszont nagyon-nagyon tetszett ez a súlyzós edzés, illetve ez a konditermi légkör. Úgyhogy azóta edzek. 6 éve vagyok személyedző és táplálkozási szakértő, illetve a versenyzésbe pedig most kezdtem bele, ami szerintem már most megfertőzött engem, mert biztos vagyok benne, hogy még ezután a szezon után is fogok menni több versenyre is. Azért azt hiszem mondhatjuk hallani is, olvasni is erről rengeteget, hogy ebben a környezetben, vagy ebben a közegben is, ahogyan az élet más területein is, fontos kérdés az én kép, a testkép, és a különböző zavarok, amik esetleg jelentkezhetnek, örök elégedetlenség. Igen. Számodra e tekintetben melyek azok a dolgok, amik a megelégedést jelentik? Most már van versenyeredményed is, nem tudom, hogy előtte volt-e már ezzel kapcsolatban olyan élményed, hogy ilyen célba érési élmény, vagy ez most érkezett meg, vagy még mindig nem jött meg, szóval hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez? Nálam nincs célba érés. Mindig, az ember mindig jobb és jobb akar lenni, ez is egy tanulási folyamat, a versenyzés ez egy teljesen más terület, mint maga a személyedzés, mint maga ez az egészséges életmód, ez számomra is egy új terület volt. Rengeteget szeretnék még ebben is fejlődni, jobb és jobb lenni versenyről versenyre, de úgy gondolom, hogy aki ebbe a versenyzésbe, vagy egyáltalán ebbe a testépítés fitnessbe van, mind örök elégedetlen ember. Tehát mindig van egy kicsit jobb és jobb forma, mindig lehet valamit igazítani, fejleszteni, de még egy kicsit itt, ott, tehát ez egy ilyen, mondhatjuk úgy is, hogy egy soha véget nem érő folyamat. Köszönjük szépen az interjút, és további sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ez volt az e-heti hajrá, hogyha tetszett az adás, akkor támogassák a munkánkat egy lájkkal vagy egy megosztással a YouTube csatornánkon, és nyugodtan írják meg kommentben, hogy viszonyulnak az ilyesfajta extrém sport teljesítményekhez. Találkozunk jövő héten.